első fél idő elején már sajnos hátrányba kerültünk, utána próbáltuk feltörni a védelmet, az ellenfél öt védőzött, így nehezen is ment, mélységi passzokkal próbáltunk veszélyeztetni. Aztán sikerült egyenlíteni, a Csernik Korné szépen elment a szélén, beadta, a Borvető ráfejelte, kapus rájutott a kapufára, pont elén pattant, én meg két méterről a hálóba fejeltem. A második fél időbe kijöttünk, mindenképp a győzelemre hajtottunk. Sikerült is megszerezni a második gólunkat, egy Bollager egy szép mélységi passzt adott, Molnár Rajmi eltolt a kapus mellett, aki leütközte őt, így 11-es Rajmi értékesítette is. Küzdős meccs volt amúgy, nagyon ők is küzdöttek, mi is. Igazából győzelem volt a lényeg, úgyhogy örülök, hogy sikerült győznünk.